azt hiszem feladom ezt, hogy fölmenjek a kínai negyedbe kajálni, amivel most megvettek azok az árbocokat hátul. Klasszikus árbocos hajót, azt amikor meglátom, muszáj oda menjek, hogy keresek valami street foodot itt a közelben, és ott teszek. Ott van a vitorlás. Kajához persze nyilván nem jutottam, de jó, bírom egész napig kaja nélkül. Az egy darab croissant reggelire. Ez minden a mai kajából, de egyszerűen nincs időm enni. Amikor mindig találok valamit, ami sokkal érdekesebb annál, mint az étkezés. Ami szoktam inni ilyenkor magammal, hát nem is tudom, ilyen űrhajós kaja kategóriába sorolnám. Huel, ez a neve, Angliában lehet kapni. Gabonafélékből összerakott ilyen, ami is, mint egy műzliszelet, de sok köze a műzliszelethez nincs. Ilyen kisé porizű, csoki kakaós ízesítésű valami. Tápláló egyébként. Ha az ember már nagyon éhes, és nem tudja megoldani másképp, akkor eszik olyat. De most inkább egy víz. Amiért én idejöttem, az ott, azt láttam meg. Azt a mindenit. Homokos tengerpart, és két gyönyörű vitorláshajó. Megyek, megnézem. Ma lesz, 5-kor zárnak. Holnap visszajövök. Úgyis valahonnan innen akartam biciklizni, indulni. Úgyhogy a holnapi program akkor az lesz, hogy lejövök reggel ide. Ezt megnézem, vagy ezeket. És utána elindulok biciklivel. Mert lehet bérelni biciklit, amivel szépen föl tudok tekerni a hídig, meg a túloldalra is, oda a hegyek közé. Mert az a másik dolog, amit én nem bírok ki, hogyha meglátok egy hegyet, hogy nem menjek rá föl. Valamilyen módon. Nem feltétlenül gyalog. Bicikliből is nagy valószínűséggel a elektromosat fogom bérelni, mert nem a teljesítménytúra a célom, hanem az, hogy eljussak oda. A térkép szerint kb. 25 km. Ha lebírtam egy nap gyalogolni 16-ot, akkor valószínűleg 25-öt le is tudok tekerni, főleg a hajóval jövök vissza, meg különben 50. De egyébként egy napra 50 km, főleg egy elektromos biciklivel szintén nem egy nagy probléma. De jó lesz az oda föltekerni, szépen kényelmesen körülnézni. Ott valamit tenni, aztán szépen lehajókázni. Ez jó. És akkor most mégiscsak a cable cart keresem meg, és eszek valahol valami finomat. Nem annyira apró probléma itt a cable car-ral, hogy ez itt hozzá a sor. Erről az oldalról gyalogolni fogok. Egészen biztos van olyan hely, ahol megáll és föl lehet rá szállni, és nem kell ezt az őrült sort itt kiállni. Úgyhogy ha cable car-ral akarsz menni, akkor ne itt próbáljál rá felszállni. Van egy csomó másik megálló, egy csomó hely, ha láttam, hogy üres, megáll, simán föl lehet rá szállni. Én is inkább keresek most ilyet. Nem picit van tele. Itt is várnak páran felszállásra. Ez megáll a kereszteződés közepén. És így pár ember föl tud szállni. És minél följebb megyek, annál több esélyem lesz arra, hogy én is följussak rá. És nem az a mániám, hogy innen menjek vele, csak hogy menjek vele. Az bőven elég lesz. Valahogy így nézem, ami előttem van, amit még nem látsz, az nem pici emelkedő már megint. Amin ezt gondolom, simán föl fog menni. Illetve föl fogja húzni a drótkötél, ugye egy végtelenített drótkötélpálya megy körbe-körbe, mint egy sífelvonó, csak a föld alatt megy. És erre kapaszkodik rá a föld alatt a középső részben a jármű, és azért kezdi el fölhúzni a drótkötél. Az ötlet amúgy zseniális. És ott van lent a kereszteződés közepén két sárga vonal, mint kiderült, az jelzi, hogy a cable car-nak itt van egy megállója. Az a kérdés, hogy nem vár rá senki, de vajon föl lehet-e rá szállni? Próbáljuk ki. Abból még baj nem volt, ha az ember itt megpróbálja, amikor jön a következő,
megáll, megpróbálok felszállni. Ez az emelkedő, ez nagyon durva. De ott látok magam előtt egy üres cable car megálló helyet, ahol nem áll senki, és jó eséllyel ott megáll, akkor föl is jutok rá. Hú, meg kell dolgozni érte. Ha valaki a végállomáson akar, akkor meg türelmesnek kell lennie. Hű, ha, jó, na, lássuk itt mi lesz ebből. Okay. Jó. Kérdés, hogy mikor jön a következő. Csak hogy közel távol egy se jön. Én meg egy helyben átcsingózni nem szeretek. Csak azért, hogy felszállhassak valamire, ami egyébként zsúfolásig tele van. Szóval fölsétálok, aztán meglátjuk, mi van a túloldalon. Ez itt egyszerűen gyönyörű már megint. Ott voltam, szemben az a torony. Ez meg itt egy kert, amin egy spirálba megy le az utca. Nagyon durva. Itt meg, mivel ez egész megint egy turista központnak tűnik, jó sok ember vár a cable car-ra. Úgyhogy megint nem itt foglalok meg felszállni, de ha nem megyek tovább. Ott jön egy, próbáljuk meg, hát ha sikerül felszállni rá, szurkoljunk neki. Szurkoljunk neki. Ez itt a megálló, itt van a sárga előttem. Megáll. Hol lehet följutni rá? Van itt hely. Be. Oké. Okay. Oké. Don't know my friend. Yeah, here now. Okay. Sure, got it. Thanks. No problem. All right, guys. Step down. Oh, okay. Bye. Thanks. Hát ez zseniális volt. És minden igaz, akkor valahol itt lesz a Chinatown is a közelben. Remélem legalábbis jó fele jöttem. Tök jó én szálltam le, amit a Sidekicks-en kinéztem. Kajáda az innen 6 perc séta. Aztán kíváncsi leszek, hogy a Sidekicks-en lévő értékelés, mert ott 5 csillagra volt értékelve, mennyit ér. Vagy körülbelül ugyanannyit, mint a Google-ön lévő értékelések, magyarul semmit, mert értékelte 5 ember, amiből 5 a helyi dolgozó, vagy barátja, vagy barátnője, vagy ismerőse, rokona, üzletfele, vagy valami hasonló. Magyarul az értékelés semmire se jó. Szerintem Kínában is lehetnék. Körülbelül annyinak tűnik a különbség, hogy itt dollárban fizetek. Tudja, az lesz ott szembe. Ami egy egyszerű hal volt, úgyhogy ott akszem úgy eszek, hogyha hazaviszem, amire nem akar. Amit nem igazán szeretnék, úgyhogy kell keresni valami más helyet. De hogy elnézem itt, ahol enni szeretnék, az is menni fog. De tipikus piacon érzem magam, mindkét oldalon árusok. Jól néz neki, de körülbelül meg nem mondtam volna bármelyikről is, hogy micsoda. Fagyit és sütit találtam, ez jól néz ki. Ide vissza kell jönni. A kérdés már csak az, hogy hol eszem és mit. Ugye azt már döntöttem, hogy mit, halat, nem halat. Mindegy, valami tengeri erkentyűt, az a lényeg. És utána valami édesség, az jól jöhet.
plusz pudinggal próbálkozom. Kíváncsi leszek milyen. Meg fogsz lepődni, kókusz íze van. Meg puding. Kocsonyás, mint egy puding. Kókusz ízű, mint a kókusz. Finom. Ma voltam Cable Car Múzeumban, utaztam is a Cable Car-ral, utaztam az általam csak villamosnak nevezett valójában streetcar-ral, ettem tengeri herkentyűket, konkrétan kagylót, ettem kínai édességet, ami egyszerű puding volt, csak kókuszból. Akár mondhatnám, hogy most már mehetek nyugodtan haza dolgozni, és elköszönhetek tőled, ellenben ismerve magamat, kizárt dolog, hogy el tudnék. Cable Car-ról azt még érdemes elmondani, hogy nem egy cég az egész, illetve most már igen, de amikor sok vonal volt, akkor nem egy cég volt az egész Cable Car rendszer, hanem több különböző kicsi cégből állt a rendszer, és valamelyiknek jobban ment, valamelyiknek nem. Aztán a nagy része lett 1947-ben, amikor meg akarták szüntetni egységes, és egy cég maradt külön, ez a California Street, ha jól emlékszem, California Streetnek a Cable Car rendszere. Aztán nekik sem ment annyira jól, és próbálták a veszteségeiket, 80-valahány évnyi nyereséges működés után a megjelenő veszteségeket valahogy pótolni, és akkor jelentek meg először a járműveken a hirdetések. Olyan cégek hirdettek rajta, mint például a Levi's, vagy Levi Strauss, talán akkori nevén még így hívták őket, ami szintén egy San Franciscói cég, itt van most is a központja a Levi's-nak. De se tudta megmenteni ezt a céget, sőtbe ugyan nem mentek, eladták a többieknek, és egységes, azóta egységes Cable Car rendszer van San Franciscóban. Like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night. Itt a tengerparton viszont már igencsak hűvös van. Hűvös szél fúj, napnak meg már nem nagyon van ereje, úgyhogy itt az ideje felöltözni. És jól látod, esőkabát, illetve hát ez inkább a szél ellen. Ugyanis itt kifejezetten hűvös és erős szél van. Míg az előbb a belvárosban simán elsétálgattam rövidújjúba, oké, már egy kicsit hűvös érzésem volt, jól esett volna egy pulcsi, de még teljesen jól el voltam vele. Addig itt a tengerparton egyszerűen nem tudnék rövidújjúba lenni. A pulcsi is kevés, átfújja a hideg szél. Kell egy széljacki. Este 7:30 eltűnt a tömeg, amikor délután itt jártam, alig lehetett menni, akkora tömeg volt, most meg már alig van ember. Ezt a nyugit is nagyon szeretem. Elég kitartóan megy egy irányba az ember, akkor összejön és rá lehet venni bármilyen navigációs szoftvert, hogy elhiggye, hogy én arra akarok menni. Itt is ez történt, egy kis továbbgyaloglással meglett a megfelelő irány, azt mondja, hogy menjek még egy jó pár percet egyenesen előre, utána a 38-as busz majdnem az utcáig visz, és ezzel nagyjából 20 perc alatt otthon is vagyok, az amúgy 3-4 órás gyaloglás helyett. Ez azért jó hír. Az elmúlt két napban én 32 km gyaloglást hoztam össze, ami végül is nem rossz. Két nap ezelőtt 16 km, tegnap 6 km gyalogoltam, most meg már 9,2-nél tartok a Google szerint, ami egy szép teljesítmény mára is. Holnap viszont sokkal kevesebb gyaloglás és sokkal több biciklizés következik. Hát itt kemény 20 percenként jár a busz, nem egy London, ahol ennél gyakrabban. Tömegközlekedésbe akkor nem szerettem bele, most negyed órát, nem, már csak 10 percet kell várnom. Következő jönne 30 perc múlva, szóval 10 percet kell várnom, összesen ezek szerint 30 perc lesz az út a 10 perc várakozással együtt hazáig. De jól esik most már leülni, hideg is lett így este, 3:09 van, lement a nap, azonnal hideg lett a városban.
Úgyhogy itt folyamatosan jön a hideg, amit nap, amikor süt a nap, azt képes kompenzálni és felfűteni a várost akár 20-25 fokra is, de ahogy lemegy, rögtön hideg van.